Eneos. Driven by passion. A rájáról mintázták nagyon régen, és azóta a földkerekség egyik leghíresebb, legismertebb formájú autója. Corvette, C3, avagy a mérges rája. Mellettem kis Ádám a Crazy Cutters csapatából. 1953 óta gyártják a legrégebb óta folyamatosan gyártásban lévő sportautót. Ez a C3-os széria, nevéből is adódóan ez már a harmadik formája. Azon belül is egyébként ez már a sokadik faceliftje ennek a C3-os Corvette-nek. Itt már bőségesen kiforrott. Eléggé direkt, ahogy működik. Nagyon kemény, feszes. A Corvette az sportautó. Amerika a leghíresebb autói, mint például a Mustang vagy a Charger, Challenger, azok izomautók. Talán még a Viper az, amire azt lehet mondani, hogy amerikai és sportkocsi, de úgy Isten igazából a Corvette az. Volt szerencsém egy-két újabb Corvette-hez, azok is ennyire nyersek, kivéve a legújabbat, a C8-ast, mert ott már nagyon a kényelemre mentek rá. El kell adni a kocsit. Ez van. Ez az autó nagyon könnyen vezethető, gyors mozgású autó. Innen is kapta a nevét a Corvette hadihajókról, aminek szintén az volt a jellemzője, hogy gyors mozgású és könnyen vezethető. Miért néz ki úgy, mint egy rája? Valószínű azért, mert az autónak a tervezője nagyon szeretett horgászni, és a rája formája megillette őt. Nagyon szűk autó, tehát egy auránk van. Igen, igen. Ez egy nagyon jó alap volt ahhoz, hogy egy igazán jól autózható, jól vezethető autót készítsünk belőle. Az egész futóművét felújítottuk. A fényezése egyébként megmaradt ilyen szép és jó állapotban. Ez egy eredeti fény. És a beltér is természetesen. De múzeumban állt, vagy hol? Nem múzeumban, de egy gyűjtőnek az egyik autója volt, és gondolom a gyűjtő nem használta őket, hanem inkább csak nézegette, tárolta. Mint a Manzorikat. Nemrég forgattunk néhányat. Megy a mindennapos használatra is. Ez nagyon. Magyarországon nem forgalmazzák, de amennyire utána tudtam nézni, jelenleg egy olyan 50 millió forintot ér a legújabb Corvette, a C8-as. Ennek mennyi lehet az ára? Úgy gondolom, hogy ennek az ára körülbelül az 50 milliónak a fele. Bencsik Balázs a Crazy Cutters csapat oszlopos tagja. Mesélni fog nekünk a műszaki tartalomról. 5700 köbcenti V8. Megsérült a motorja. Amerikában rendeltünk egy komplett ládás motort, egy úgynevezett crate engine-t, aminél az eredeti motoröntvényt használják fel, de egy teljesen új technikával turbózzák fel, mint hogy egy modern autó lenne. Erősebb is lett most, nem? Így van, tehát ez a gyári 180 lóerőről 435 lóerőig húzták föl. 0-100-ra mit tudhat? Mert ez nagyon ugrik ez a gép, azt érzem. Igen, hát én gyanítom, hogy egy ilyen 6 másodperc alatt megfutja a 100-at. Légsebesség, meg gondolom bátorság függvénye. Ez így van. Barom jó ez a gép. Igen, ráadásul ugye jó a súlyelosztása, egészen a lehetőségekhez mérten hátra tolták a motort. Nagyjából a hátsó keréken ülünk. Hát majdnem, hogy igen. Hogy mondják kínaiul azt, hogy eredeti? Fogalmam sincs. Sehogy. Ez még eredeti, és sajnos egyre ritkább. Itt van például a telefonom, amit Európában gyártanak, egészen pontosan Magyarországon. Hát szinte egyedül Ázsia ellen. Hogy az jól van-e így, hogy minden kínai? Nem tudom. A két leghíresebb angol mondat, I love you, és made in China. Jó, hogy a Corvette még van, és nagyszerű, hogy most itt van. Kövess! Iratkozz fel, szedd alá!